Nyilván itt a főtér felújításával kapcsolatban adta magát a dolog, hogy ide egy új szobrot kéne beszereztetnünk, és ezt mellettettük a előkészítő munkában is, ugyanis a régi szobor egyrészt, hát itt a városlakók szerint is, és szerintünk sem volt méltó ahhoz, hogy itt ezt a szép új főteret képviselje, és mivel hát a Szent István tér adott a nyilvánvalóan az a lehetőségünk, hogy akkor Szent István szobrot állítassunk fel, egy szebbet, nagyobbat, amit igazából az emberek is jó szívvel fogadnak és látnak. A művésznek a kiválasztása többfordulós különféle pályázat és előkészítő munkának a végeredménye volt. Ez három fordulóban dőlt el, hogy Herman Zsolt, Budapest illetőségű szobrászművész, egy fiatal szobrászművész nyerte ennek a megalkotási lehetőségét, ennek a Szent István szobornak. Megismerve a Zsoltot, nagyon örültünk neki, hogy ő kapta, hiszen egy nagyon jó szellemiségű, nagyon pozitív, rendes, fiatal művész ember, akinek ezzel a szoborral lehetőséget is adtunk. Az idősebb, nagyobb nevű szobrászművészek jóval több lehetőséget kapnak. Mi pedig itt ezzel a megújult főtéren egy új művésznek tudtunk lendületet adni remélhetőleg. A szobor elkészítése az nettó majdnem 9 millió forint volt. Ezt alapzattal, felállítással, tervezéssel, mindenen együtt, ami én azt mondom, hogy piaci áron is nézve a környéket, azért nagyon kedvező árat tudtunk itt a közbeszerzés, illetve a több lépcsős kiválasztás alatt kialkudni, hogy így mondjam. A főteret, amikor tervezték, ezt tájépítészek gondolták át ennek az egésznek a struktúráját, hogy hogyan nézzen ki a főtér, és ott a szobor eperfa előtt egy nagyon-nagyon szép kis helyen található most a Szent István szobor. A főtér igazából egy picit átalakult, tehát itt a főtér rendezvénytér, közösségi tér, és ott középen szerintem agyon nyomta volna ott a teret, túl hangsúlyos lett volna, így pedig megvan szerintem az az egyensúly, hogy látszik is, hogy ez Szent István, látszik is, hogy ez Szent István tér, de a Szökőkutak környéki közösségi tér megmaradt annak, amire gondoltuk, hogy az emberek használni tudják.